Vadveszélyre figyelmeztet ez a közlekedési tábla a hatos úton Bonyhád közelében. Az autósok azonban nem lassítanak le, pedig éppen ezen a szakaszon kellene körültekintően vezetniük, mivel Tolna megyében itt történik a legtöbb ilyen jellegű ütközés. A legveszélyeztetettebb útszakaszok az a hatos számú főút Kakasd és Bonyhád közötti szakasza, illetve a Sötétvölgy környéke, valamint a 61-es és a 65-ös főúton történik a legtöbb vadelütés a Tolna megye közútjain. Ennek megelőzésére számos taktikát lehet alkalmazni, mint az autótulajdonosoknak, illetve a közútkezelőinek egyaránt. Ilyen például a vadriasztó síp felszerelése az autóra, vadbeszélyre figyelmeztető tábla esetén a sebesség csökkentése, az út pásztázása. Ha pedig elkerülhetetlen az ütközés, mert az állatok sokszor hirtelen féktávon belül kerülnek az autó elé, semmiképpen sem szabad félrerántani a kormányt, mert a szemből érkező autóval ütközve tragédia is történhet, figyelmeztet a szóvívő. A közútkezelő pedig bizonyos útszakaszokon vadriasztó prizmák felszerelésével segíti a balesetek megelőzését. Ezek az eszközök olyan fényeket adnak ki magukból, amiktől az állatok megriadnak és nem szaladnak ki az utakra, különösen mostanában. A vadak ebben az időszakban a párzási időszakukat töltik, tehát egyre gyakrabban fognak a járműveink elé ugrani. Fontos tudni, hogy ha a vadbeszélyt jelző tábla is kim volt, valamint a sofőr is betartotta a kreszt, mégis ütközött egy szarvassal, a vadásztársaság és az autós is a saját kárát viseli. Érdemes végigböngészni a biztosítók ajánlatát, mert sok társaság kínál kiegészítőként a kötelező gépjármű felelősség biztosítás mellé vadkárbiztosítást. Tolna megyében egyébként október közepéig 162 vadelütés történt, 4-jel több, mint tavaly. A balesetekben senki sem sérült meg életveszélyesen.